Őrmező, Sasat, Sashegy önkormányzati képviselőjét Junkhaus Rajmundot kérdeztük a koronavírus járványjal kapcsolatos helyzetről az elmúlt időszakról. A képviselő elmondta, hogy nincs tudomása arról, hogy az általa képviselt városrészekben lett volna regisztrált koronavírussal fertőzött megbetegedés, de eddig is nagyon szigorúan betartották a korlátozásokat, és most az enyhítések időszakában is óvatosságra intik az itt élőket gyakorlatilag kihalt utcákkal találkoztam ö, hetekig, és annyira jó volt szívemnek, annyira melengető volt, amikor végre megnyílhattak a játszóterek, és az a gyerek betöltötte a teret. de tényleg ez egy fantasztikus dolog volt. Egyik pillanatra, a másikra, valahogy nálunk most idén így lett tavasz mennyire tartotta be az, az őrmezei, örmezei és asadi és közösség azokat a korlátozásokat, amelyeket hoztak ezekben a városrészekben. Igazán éretten viselkedett ö, mindenki, nem tapasztaltam különösebben kihágást, én minden nap jártam a területet ö, többnyire autóval, ö, így volt biztonságosabb, ne kell ilyen személyes ö, kontaktust létesíteni, abszolút betartották. Nagyon jól meg is szerveztük rögtön az elején ö, az együttműködés az idősebbekkel, a bevásárlást, a postai ügyintézést, a gyógyszerbeszerzést. De fantasztikusan működött a közösség, jól rezonált együtt, lehet így mondani. Az ön által képviselt városrészek a közösségi kezdeményezéseikről is híresek. Mi történt ezekkel a kezdeményezésekkel, mennyire tudtak működni, gondolok itt például a közösségi kertekre? A közösségi kert meghozta azt a szabályt, ami nagyjából a, a bevásárlási lehetőséggel azonos időkorlátot fette le. Az idősebbek délelőtt használhatták a közösségi kertet, akik fiatalabbak inkább a délutáni órákban, és hogyha valaki nem tudta ebben az időszakban elvégezni a teendőjét a kertbe, akkor kérhette mások segítségét, és jól együttműködve mások locsolták, öntözték a kert és intézték az, az ezzel kapcsolatos dolgokat. Szerencsére most ö, már enyhül, enyhül ez a szorítás, de egyébként jól működött a kert, virágzik él. Vannak más közösségi kezdeményezések is, amik ö, sajnos ö, most ö, kicsit hátrébb szorultak. Ilyen, ami nem annyira a területhez, hanem az egész kerülethez kötődik, például az új budai balaton átúszó csapat minden évben megy és átúszza a Balatont ö, közösen ez nem, egy, nem, úgy kell elképzelni, hogy csak néhány emberből konkrét csapatról van szó, hanem persze vannak állandó tagok is, hanem mindenki, aki szeretne jelentkezni az adott esztendőbe a Balatonátuszra, csatlakozhat az új budai csapathoz, szervezünkre rá autóbuszt, együtt megyünk le, aki, aki, szeretne velünk lejönni, kedvezményesen úszhatja a Balatot, részvételi díjhoz van egy kis csökkentésünk, a különböző ajándékokkal kedveskedünk, például úszósapka és egyéb kiegészítők. Nagyon szeretik, nagyon élvezik, és nagyon büszke vagyok erre a kezdeményezésemre, ez, 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 igazán sikeres program. Mi lesz most a Balaton átúszással? Meg lesz -e tartva? Mit lehet tudni? Hát a kérdésre meg nem tudjuk, nincsen igazán jó válasz, ugyanis a kormányzati döntéseknek köszönhetően augusztus 15-ig nem lehet nagyobb tömegrendezvényt tartani. Az, hogy 15-e, augusztus 15 után mi várható, még nem tudjuk, hogy a vírus második hullám lesz, nem lesz, mikor lesz, ha lesz. Bízom benne, hogy megtartható valamikor augusztus végén. Tényleg ez egy nagyon szerethető rendezvény, és, és abban is segít, hogy, hogy kicsit állni, én is mozogjak az évben legalább egyszer. Mi várható most, ugye a közeljövőben, mire kell vigyázni a örmezőn, vagy egyáltalán úgy budán élő lakosoknak? Hát, hogyha a járványnal kapcsolatban teszi fel a kérdését, jó magam, aggodalommal figyeltem ezt az egészet. Ö pro-kontra érvek elhangoztak ennek a súlyosságával kapcsolatban, de alapvetően egy, ebből a szempontból kifejezetten konzervatív gyerek vagyok, jó félni, mint megijedni stratégiát alkalmaztuk a családban, és azt gondolom, hogy, hogy így szerencsés talán hozzáállni másoknak is. Inkább kerüljük el a bajt, még ha még ott csekélyesé is van rá. A, én, én arra számítok egyébként, hogy nem lesz probléma, hogy jön a jó idő, mindenki kicsit uh, szabadabb lehet, és hogy uh, hát remélem, hogy, 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 nagyon remélem, hogy, uh, hogy, hogy nem lesz uh, visszakanyar, nem lesz második ütem.